Szombaton az elmúlt három évhez hasonlóan megtelt az újfehértói sportcsarnok küzdőtere, százan indultak el a negyedik alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 2013-ban hunyt el. A viadal része volt az országos bajnoki sorozatnak. A résztvevők három technikai és öt küzdelmi kategóriában mérték összetudásukat. Úgy látom, minden évben egyre több szurkoló jön ki, ugye nálunk is egyre több gyerek kempózik, és ugye a családtagok, meg azok ismerősei, tehát egyre több a szurkoló. A Magyar Kempó Szövetség elnöke elmondta, hogy mintegy 6000 űzik az országban a sportágat, amelyet mindenkinek tud ajánlani, tehát figyelembe veszi az október végén esedékes romániai Európa-bajnokság csapat hirdetésekor.